Üdvözlök mindenkit, Nagy István Zsolt vagyok, a Mozaik Kiadó munkatársa. Kedves tanárok, diákok és szülők! Az alábbi kis videóban szeretném megmutatni, hogyan is férünk hozzá a Mozaik Kiadó jelenleg ingyenesen megnyitható közismereti tankönyveinek és munkafüzeteinek a digitális változatához. A digitális tankönyvekhez a mozave.hu weboldalon fogunk hozzáférni. Regisztrált felhasználóinknak nincs más dolguk, mint a bejelentkezés menüpontra kattintva az e-mail címüket vagy a felhasználóket megadni, a jelszót beírni és belépni a weboldalra. Aki regisztrált felhasználónk, de közben elfeltette a jelszavát, nekik pedig az elfeltett jelszó menüpontot javaslom használni, ahol az e-mail címük vagy a korábban ismert felhasználóknak a megadásával lehetőségük lesz új jelszót generálni. Az új jelszó megadásához szükséges linket e-mailben fogjuk elküldeni önöknek. Aki pedig először jár a weboldalon, a bejelentkezés menüre kattintva az új fiók létrehozását kell választania. Itt könnyedén tud diákként, szülőként vagy akár pedagógusként is regisztrálni. Bejelentkezéshez tehát adjuk meg az e-mail címünket vagy a felhasználónevünket, majd pedig a jelszavunkat, és lépjünk be a weboldalra. Belépés után a főoldalon fogjuk magunkat találni. Ahol a shop menüben fogjuk megtalálni a tankönyveket. A tankönyvek menüre való rákattintással azonnal a kiadványkatalógusban találjuk magunkat, ahol én most tudok szűrni akár tantárgy szerint, akár évfolyam szerint is, amennyiben alsós könyvet keresek, vagy reál témájú könyvet, vagy humán témájú könyvet, akkor ez alapján is tudok keresni a kiadványok között. Ezúttal az alsós matematikát fogom választani, és a sokszínű matematika menüre kattintva belépek a kiadványokhoz. Itt láthatom az összes kiadványt 1-től 4. osztályig, ahol ezúttal a 2. osztályos 2. féléves tankönyvet fogom választani. A tankönyv megnyitásához nincs más dolgom, mint a demo szócskára kattintva megnyitni a tankönyvet. A tankönyvben a lapozóinak segítségével azonnal tudok navigálni, sőt, amennyiben szükséges, bármelyik bekezdést vagy képet ki is tudom nagyítani a jobb láthatóság kedvéért. A könyvben a tartalomjegyzék ikonra is kattintva tudunk lépkedni témáról témára. Ehhez csak az adott témát kell kiválasztanunk, amelyre szeretnénk ugrani, és már is odalapoz a kiadvány. Ha pedig pontos oldalszámot szeretnénk keresni, akkor a menüben egyszerűen csak írjuk be a szükséges oldalszámot, nyomjuk meg az Entert, és a kiadvány rögtön odalapoz, ahova mi szeretnénk. Amennyiben másik könyvet is szeretnénk megnyitni, lépjünk ki az aktuálisan nyitva lévő kiadványból, és a kiadvány jegyzékbe visszatérve keressünk másik tankönyvet, amit meg szeretnénk nyitni. Köszönöm a figyelmüket, remélem tudtunk ezzel a kis videóval segíteni. Amennyiben további információra van szükségük, kérem, keressenek minket a weboldalon keresztül.